Kétszeres magyar bajnok és háromszoros magyar kupa győztes női labdarúgó csapatunk idén is gyarapítaná sikerei számát, ehhez pedig jó úton halad, hiszen a téliszünetben vezeti a pontvadászatot. Magyar játékosaink mellett ehhez légiósaink is nagyban hozzájárulnak, akiknek a magyar nyelv nehézségeivel is meg kell küzdeniük. De vajon kinek mennyire sikerült megbarátkoznia a magyar nyelvvel? Hogy erre választ kapjunk, egy benfentes riportert hívtunk segítségül. Do I need to answer honestly or... That was awful. It sounded like nothing in the world. And you, I know Estonian and it's from the same language family, but it sounds nothing like Estonian. I know more and I understand much more. And now it doesn't feel so or sound so ugly, but yeah, sometimes it's like... Like Ina said, for me it was awful when I came and I didn't want to learn, but what can I do? Now I know some words, not so much as Ina, but I know and I understand so much, so it's not so bad anymore, but still feels and sounds awful. I listened this language before because my father speak, and my father's family, all of them speak Hungarian, and when I was young, I listened. Bár a magyar nyelv nem egyszerű, kedvenc szava azért mindenkinek akad. Ház. Like what? It's very hard to pronounce. I feel myself like a clown or something when I pronounce it, because there is no such a letter in any other language. Nyugi. Like because it describes me somehow. I don't know. You are Nyugodt. What are you laughing? You. I am. Ale, what is your favorite one? Jó étvágyat. I like to eat. Szabadnap. Szabadnap is good. Szabadnap. Of course, szabadnap. There was that Finke Pesuge. It was crazy. It took me literally 20 minutes to pronounce it. I was trying for 20 minutes and then when I succeeded, I couldn't stop saying it. Finke Pesuge. And how Pötkös? You told me once that Pötkös, you like Pötkös. No, I didn't. Yeah. You because it's Turo Rudi, that's why. Ah, you like Turo Rudi. A szavak mennek, de vajon mit kezdenek légiósaink egy nyelvtörővel? Mit süt kis szücs? Mit süt kis szücs? És hogy ki mennyit ért? Te értesz mindent. Majdnem. Inna értesz mindent. Szlátyat te? Majdnem mindent. Don't do this, I understand. Sorry. Te is sokat értesz. Sok mindent értesz? Ha pedig légiósaink úgy fogják szórni a gólokat, mint a magyar szavakat, nem lesz kérdés a szezon végén, melyik csapat áll majd a tabella élén.